Szevasztok! Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki már itt van velünk. Csodálatos minőségben remélhetőleg. Esetleg, ha jeleztek vissza, hogy kép-hang rendben van-e, akkor azt megköszönjük. Szevasz, Gerikém! Hallasz, Geri? Csak én nem hallok téged? Nem tudom, mi a probléma. Gerinek hangja eltűnt. Próbáljuk orvosolni a problémát. Gerit mute-ba sikerült raknom? Nem. Ő mute-olta le magát? Nem. Én toltam föl a spotmétert. Hello, Geri, itt vagy velünk. Hello, most már hallasz? Bocsánat, én voltam a hibás. Szevasz, igen, hallak téged is. Reméljük, hogy a kedves nézők is hallanak minket jól. Szevasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A helyzet az, hogy gondoltuk, hogy ismételten csinálunk nektek egy kis beszélgetést, mert hogy sajnos a jelen helyzet miatt ugye mi is itthon kényszerültünk maradni, és jelen helyzetben ugye hiába van az az örömhírünk, hogy a stúdiónk kész van, hát egyelőre így itthonról tudunk podcastet gyártani mi is, de egyébként a szerdai Őrültek plusz epizódok ugyanúgy jelentkeznek. Így van, egyébként pedig mindenhol jó, de legjobb otthon. Igazából sikerült nagyot fejlődni, és ezúton is köszönjük a Zengo tanácsát, hogy a Zoom-on keresztül tudjunk most beszélgetni, mert igazából pikpak megoldottuk azokat a problémákat, amikkel a múlt héten napokon át foglalkoztunk, úgyhogy kösz szépen, Zengo. Így igaz. Ha valakit esetleg igen érdekel, a Zoom nevű alkalmazást tudjuk most úgy használni, hogy mindketten egyszerre látszódjunk, és ne legyen az az anomália, mint múlt héten, hogy itt váltogatni kelljen folyamatosan a képet, és ezt elfelejtsük. Úgyhogy így most biztosan itt vagyunk veletek. Sőt, a helyzet az, hogy most készültünk nektek abból a szempontból is, hogy ne csak mi beszéljünk, hanem egy picit kérjük ki valakinek a véleményét, úgyhogy én most itt közben elkezdek szépen telefonálgatni, vagy hát egy telefont fogok elindítani, viszont addig elmesélném, hogy az úriember, akit hívni fogunk, hát gyakorlatilag egy vállalkozó, és remélhetőleg majd a hangja is. Itt lesz velünk a hangja is. Nagyon szuper. Szóval, hogy egy olyan vállalkozó, akivel én egy nagyon különleges dolog miatt ismerkedtem meg. Itt van már velünk majd a vonalban Bálint. Hello, egy pici türelmedet kérjük még. Szóval, hogy én nagyon különleges dolog miatt ismerkedtem meg Apáti Bálinttal, mert hogy ő elindult és teljesítette a Budapest-Bamako rallit idén. Úgyhogy ehhez óriási gratuláció neki. És egyébként pedig van, hogyha jól tudom, 3 gyermeke otthon, és épp ezért most egy kicsit szeretnénk beszélgetni vele arról, hogy hogyan is működik jelenleg, vagy mennyire megoldott ez az online sztori Magyarországon. Úgyhogy itt van velünk Apáti Bálint. Hello! Nagy szeretettel köszöntünk! Hello! Hello! Sziasztok! Most már milyen gyakran beszélgetünk. Szia! Köszi, hogy itt vagy velünk. Hello! Nagyon szívesen, főleg ebbe a kis bezártságba különösen feldobjátok a napomat, hogy egy kicsi változatosságot hoztok bele, úgyhogy nagyon szívesen máskor is. Örülünk neki, hogy itt vagy. Hát jól mondtam azt, hogy 3 gyermek édesapjaként vagy most otthon a gyerkőcökkel is, igyekszel te is menedzselni az otthoni tanulást? Így van, így van, így van. Van egy első osztályosom, egy negyedik osztályosom, meg egy hatodik osztályosom, úgyhogy azok, akik úgy gondolják, hogy ez az otthon lét, ez így unalmas, hát hogyha van gyereke, akkor tudja, hogy egyáltalán nem az. Milyen technikai megoldások vannak most jelenleg arra, hogy megoldott legyen a távoktatás? Egyáltalán mennyire érzed az iskola felől azt az óriási törekvést, hogy mondjuk online órák, meg stb., vagy csak kiadják az anyagot? Hogy néz ez ki most nálatok? Nézzétek, mi egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, úgy gondolom, mert munkám során is ugye informatikával foglalkozom, úgyhogy mind cégesen, mind magánemberként azért hihetetlen mennyiségű technikai eszközzel vagyunk felszerelve. Szóval szoktam mondani, hogy nálunk az egy négyzetméteres monitorok aránya az nagyobb, mint egy bevásárlóközpontban, vagy egy elektronikai bevásárlóközpont az okos eszközöktől, stb. Szóval ugye mi fejlesztünk különböző applikációkat, most így a szakmánkba vagy a munkámba nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy tulajdonképpen mindenféle informatikai hátterünk megvan ahhoz, hogy a gyermekeinket tanítsuk. Ez én úgy gondolom, hogy egy hatalmas segítség. Azonban nem minden családban így. Most is, hogy követjük ezeket az iskolai bejelentkezéseket, vannak még olyan diákok, a kisfiamnak az osztálytársával is egy 26 létszám, pontos szám nem biztos, vagy még 11 fő, még sokszor fő se regisztrált. Úgyhogy ezeknél a családoknál ugye nyilvánvalóan vagy az informatikai eszközök hiánya,
vagy az internetnek a minősége, ha van internet, olyan, hogy hallottam, hogy nincs internet. Nagyon-nagyon zűrzavaros jelenleg a mi kis életünk. Elő kellett vennem a tanári diplomámat, hogy tudjam tartani a tempót, úgyhogy a gyerekeimnek megmutattam, hogy nézzétek, apukátoknak tanári diplomája is van. Úgy néz ki amúgy az egész történet, hogy az elején kezdjem, hogy van egy kréta rendszer Magyarországon, ez egy központosított, nem tudom pontosan mi akar lenni, nyilván a bizonyítványoknak a kiváltására indult ez a dolog, hogy a szülők azok otthon lássák azt, hogy a gyermekeiknek milyen jegyei vannak, első körben ezzel indult, aztán utána láthatják már a beírásokat, tehát ez ugye már minden szülő látja, később a házi feladatokat és a tanárok elkezdték felvezetni. Az elsős fiam a kréta rendszeren keresztül kapja az összes információt. Ezzel még nem is lenne nagy baj. És akkor ugye hát innentől kezdve alakult ki egy káosz, amiért nyilván nem a tanárok a felelősök, szóval ők is legjobb tudásuk szerint próbálják megoldani, hogy ebbe a kialakult káoszban ők hogy tudják tartani a tempót, vagy átadni azt a tanítási tematikát, amit az osztály a tanulóira rá szeretne tenni. A negyedikeseknél egy Google Classroom nevezetű dolog van, ezzel sincs sok probléma. Uh-huh. A hatodikosoknál pedig egy Microsoft Teams, már itt már ez egy kicsit már kezd érdekesebb lenni. Nem azért, mert én annyira így a Microsoft termékeknek annyira kicsit az ellensége vagyok. Múlt héten egyébként pont azt használtuk így a streamelésre, csak azóta találtunk egy másik jobb verzió. Egy jobbat, igen. De az a lényeg, hogy az én meglátásom szerint én végignéztem ennek a Microsoft Teamsnek itt az oktató videóját magán a Microsofton, de ugye ez nem erre van. A sok tanár is, ahogy látom, nem is egészen úgy használja, mint ahogy ez kéne. A ömlesztett csoportokba adják fel a feladatokat, nem oda töltik fel a fájlokat. Ez a Microsoft Team, ez nem igazán erre lett kitalálva. Ez arra lett kitalálva, hogyha valaki dolgozik, vagy egy több fős 20, 30, 40 vagy 100 fős cégeknél a különböző munkafeladatokat le tudják osztani, azokat meg tudják csinálni. Hát most a hatodikosoknál ez a Microsoft Teams megy, elég érdekes és vicces az egész. Lesz benne valamilyen rendszer, mert ugye most már a második hetet zártuk. Azt kell tudni, hogy mi nagyon érdekes a mi helyzetünk, mert ugye mi oda voltunk Bamakóna, hogy itt a fölvezetőben is mondtad, hazajöttem, 5 napot voltam itthon, mert elcsesztük a Bamakón az utat, hazafelé utat, ugye a hópia, stb. Erre már beszámoltunk a rádióba. Meg hát remélhetőleg később majd erről egy adást is tudunk veletek forgatni a stúdiónkba, csak legyen vége ennek a helyzetnek. Na igen, nagyon szívesen. Úgyhogy mindösszesen 5 napot tudtam itthon lenni a családommal. Majd nekünk be volt fizetve már nagyon régóta egy közös családi síelés Ausztriába. Uh-huh. Tulajdonképpen az 5 még magunkhoz se tértünk, mondhatom, hogy kisebb pihentünk magunkat, összepakoltunk, és elmentünk Ausztriába. Hát tulajdonképpen már a kifele menet a tanárok azok jelezték, hogy azok a családok, akik síelni vannak, azoknak a gyermekei, ha visszaérkeztek, akkor önkéntesen a szülők tartsák őket otthon, és 2 hétig ne menjenek iskolába. Uh-huh. Ez volt egy szombati nap, vasárnap ugye elkezdtek pörögni az események, és ebből az lett, hogy már hétfőn ki sem jutottál az iskola. Ugye, vagy most így pontosan nem tudom, úgyhogy minden gyerkőt otthon maradt a szülők terhére. Rettentően nehéz, én úgy gondolom. Akinek egy gyereke van, az nyilván könnyebb, mindenkinek megvan a maga baja, a maga keresztje, van, akinek kell dolgozni, van, akinek nincs munkája, van, aki otthon tud dolgozni, de az otthoni munka végzés sem olyan egyszerű, amikor 3 gyerekkel, vagy 2 gyerekkel, vagy 1 gyerekkel folyamatosan egy kiskorú gyermekekről beszélgetünk az én esetemben, akik azért felelősségteljes munka végzésre azért még nem alkalmasak. Egyszerűen egy gyereket nem lehet leültetni, úgyhogy magattól. Nyilván van olyan szülő, lehet, hogy az én gyerekem túl hülye, vagy nem tudom, vagy bármelyik, de nem tudnak odafigyelni, és maguktól nem fogják megoldani ezt a feladatot. Ez nálunk, ez a feleségemnek is az én feladatom, hogy reggel 8-tól ott ülünk mellettük, vadásszuk, keressük a híreket, figyeljük ezt a 3 platformot, ugye a Kréta rendszert, a Google Classroom, meg a Microsoft Teams, és próbáljuk magunkat utolérni. Ha már itt rátérte, bocsánat, a rendszerekre, Balázs írja nekünk kommentben közben, hogy testvéreimnek az a problémája, hogy minden tanár más szoftvert használ a kapcsolattartásra, Skype, Messenger, stb., és akkor még a Word is okozott némi problémát. Nálatok ebből van esetleg X-er, hogy mindenki máshol próbál kapcsolatot tartani?
Hogyne. Én szerettem is volna jelezni, ezt még igaz, hogy megírtam, de még nem jutottam be a tanároknak, itt a gyermekeim, ahol járnak iskolába, hogy nagyon nagy hibának találom azt, hogyha vannak olyan Viber, vagy Messenger, vagy Skype csoport, vagy bármilyen platformok, ahol a gyerekek beszélgetnek, úgy gondolom, hogy első körben a szülőknek lenne fontos tudni azt, hogy pontosan mi annak a gyereknek a feladata, mi a tanárnak az elvárása, milyen határidőkre kell benyújtani, elvégezni, megtenni, majd ha én, mint szülő tudom, hogy mit szeretne a tanár a gyerektől, akkor nyilván most ez a mi felelősségünk, nekünk kell megteremteni az infrastruktúrát, a hátteret, hogy a mikor, hogy tudom átadni, úgyhogy én ezt borzasztó káoszosnak látom, amikor ömleszve valamelyik tanár véletlenül beír valamelyik Viber csoportba, és utána a 30 gyerek elkezd posztolni, de meg keresd vissza ebből a 30 vagy a Viber csoportba, görgeted a telefont, hogy most a tanárod a küldött valami feladatot. Ezt én nem tartom helyesnek, sokkal jobb lenne az, hogyha egy tényleg valamilyen rendezett formában egységesen, akár hétről hétre, szóval nem is feltétlenül naponta, de leadnák ezeket az anyagokat. Úgyhogy ezt a problémát, amit felvetett a kedves hallgató, ezt abszolút osztom a véleményét. Pont egyébként az előző Őrültek Plusz adásunkban, amit már láthatok minden felületünkön, vagy hát nem, azt nem láthatjátok, hallhatjátok. Adhatják. Igen, bocsánat. Abban beszéltünk erről, hogy az ilyen nagyon sok fős csoportos beszélgetések az ilyen óriási veszély. Én egyszer voltam benne egy olyan csoportban, ahol 20-valahányan voltunk, és követhetetlen a dolog. Még akkor is, ha megpróbálja az ember. Abszolút nem lehet követni, úgyhogy nálunk, én már letöltöttem most a gyereknek a telefonjára, mint itthon vagyunk, ugye vannak ilyen különböző programok, amiket tudod kontrollálni a gyereknek a laptopját, számítógépet, meg tudod figyelni, mivel mennyi időt tölt, ezeknek be tudom állítani a határidejét, úgyhogy most éppen a napokban most ezen vagyok, hogy figyelem a gyerkőcöt, ő ezt most nem hallja, hogy látom azt, hogy este, hogyha ott hagyja a telefonját, akkor mikor kapcsolja ki, kivel, mert azt nem, hogy kivel, mert azt még nem sikerült megnézni, de azt mondja, hogy mikor zár be egy-egy alkalmazást, vannak ezek a különböző TikTok, meg ez ilyen népszerű fiatalok körében, és akkor azokkal mennyi időt tölt, úgyhogy most próbálok a gyerekeknek kialakítani egy ilyen saját itthoni kis beosztást, hogy akkor most ennyit TikTokozhat, és ezzel nagyon jó kis alkalmazások vannak. Közben érkezett még kommentünk, Vivi írja, hogy van olyan ismerős családtag, általános iskolások, ahol minden tanár mindent az e-mailben küld, és a szülő írja ki, vagy adja tovább a gyereknek, de ehhez meg ugye a szülőknek kell nagyon sok idő és energia. Látsz egyáltalán arra megoldást, hogyha valaki nem tud otthon maradni a gyerkőccel, vagy nem tud annyi időt foglalkozni vele, hogy most 8-tól 4-ig, vagy akármeddig ott üljön vele, és ő legyen a tanárbácsi otthon, hogy akkor egyáltalán hogy lehet áthidalni a helyzetet? Föl van erre egyáltalán készülve a magyar oktatás? Ez egy nagyjából egyértelmű válasz. Egyszerűen brutális ez az egész, amit kialakult, egészen más szempontokat kell figyelembe venni. Mi is, ahogy mondtam, 2 hete vagyunk ebben benne. Ezt el sem tudom képzelni, hogy ha mondjuk én szerencsés helyzet vagyok, hogy mondtam, hogy itthon dolgozok, most itt vagyok az irodámba, de hogyha a feleségemet most egyedül kéne hagyni a 3 gyerekkel, hát ez majdnem lehetetlen. Hogyha egy gyerekünk lenne, és mondjuk a házastársnak és az egyik felének kell dolgozni, akkor megint ez egy másik szituáció. Nem tudom, szerintem ős káosz van a családoknál. Beszélgettem barátaimmal, ugyanúgy 3 gyerek van, azok is teljesen le vannak fagyva, hogy annyiból hozzáteszem, hogyha nézzük a pozitív oldalát, hogy megtanultam például én is húrtrapészt szerkeszteni, ugye újra. Úgyhogy ilyen apróságok, újra végignézed a matematikát, így édesanyámat most már kezdem érteni, hogy miért olyan okos, mert 4 gyereket nevelt fel, 4-en vagyunk testvérek. Ugye ezt mire végigrágott, de most a szülők most itthon tényleg, most én is olvasom a kínait, én tartom a kínai órát, én tartom az angol órát, az angolra szerencsés helyzet vagyok, mert az anyanyelvi szinten beszélem, de nyilván a matematikát, az informatikát, ezeknek az alapjait, ezeket most mind a szülőkre hárulnak, úgyhogy egy nagyon nehéz. Ha már itt emlegetted azt, hogy így összeomolhatnak akár családok, hát nyilván nem csak a családok szintjén van itt probléma a koronavírus miatt, és remélem, hogy azt azért így elárulhatjuk élőben, hogy vállalkozó vagy, és nem egy céghez van közöd. Ezzel kapcsolatban mit látsz a jövőben? Már most nem biztos, hogy bárkinek kell ebből jóslást csinálni, de hogy te személyesen mit tapasztalsz, hogyha
itt egyszer helyreáll a rend, akkor lehet-e egyáltalán ebből normálisan fölállni? Vagy mennyi idő alatt? Hát ez is egy érdekes téma, órákat lehetne erről beszélgetni. Uh-huh. Nem látjuk még a végét. Testvérem biológus, ő érintett ebben, és ők dolgoznak. Napi szinten ugye, ő az Egyesült Államokban él kint, és egy magas szintű biológus. Ők azt jósolják, de ezt ugye a hírekből is halljuk, hogy ez egy július-augusztus körül lesz ennek az egésznek a tetőpontja. Én úgy gondolom, hogy nehezen fogunk ebből visszajönni. Szóval a régi életünk, a hétköznapjaink, azok nagyon lassan fognak visszajönni. Uh-huh. Itt a legjobban, amit én tartok, az emberi kapcsolatoknak az alapvető megváltozása. Ugye ne fogjunk kezet, ne adjunk puszit, tartsuk másfél-két métert, mindenkinek más a komfortzónája. Kérdés, hogy ezek az élmények, ugye, ami még Magyarország most még csak a szele érintette meg, ugye, hogy a megbetegedéseknek a száma, hogy itt figyeljük a híreket, itt még messze nem ott tartunk, mint a svájciak, vagy ahogy Amerikában, vagy ahogy az olaszok, hogy tényleg itt tömeges fertőzöttség van, és az egészségügy összeomlott. Úgyhogy ha megérint minket ez, akkor kérdés, hogy akkor az emberekben ki hogy fogja ezt kezelni, és a jövőben ezeknek ezekből tanulva, vagy mennyire fog félni, mennyire fognak az emberek egymástól tartani, mennyire fognak egymásba bízni. És itt, hogyha ezek az alapvető társadalmi, nem is tudom a helyes szót erre, hogyha ezek így összedőlnek, ezek az emberi kapcsolatok, a barátságok, nem olyan közvetlenek leszünk egymáshoz, nem kezdünk el egymást bízni. Én úgy gondolom, ez egy nagyon nagy veszélyt hordoz magába az egész társadalomra nézve. Nem hiszem, hogy ebből fél év, egy év alatt itt mindenkit el fogja felejteni. Én meggyőződésem, hogyha mondjuk maszkot hordanak az emberek, pedig ugye az egyik oldala vannak ezek az operatív törzs. Én valamelyik nap néztem a tévében, a tájékoztatásokban mondták, hogy nem szükséges a maszkviselete, ha valaki viszont viseli, akkor viselje rendesen. Utána a következő pillanatban az egyik műsorvezető hölgy pedig úgy zárta a beszélgetését a tévében, hogy ne felejtsék el a maszkot felvenni. Meggyőződésem, hogyha ez lemegy, még akkor is, még hosszú hónapok után is látni fogunk embereket maszkban, mert olyan nyomot fog hagyni az emberekben ez a félelem. Pont egyébként tennap nálunk egy ilyen családi beszélgetésen merült fel, hogy vajon mennyire marad majd ez tüske az emberekben, és én azt tettem föl, hogy ha ennek egyszer vége lesz, akkor nem lesz az vajon akkora öröm mindenkinek, hogy vége van, hogy örömében mindenki le tudja ezt majd vetkőzni? Nem fogod tudni meghatározni, hogy ennek mikor van vége, szóval ennek nem úgy lesz vége, hogy egyszer csak bejelentik, hogy vége. Mm. És tartunk egy nagy rendezvényt, ahol mindenki részt vesz, és tapsolunk, és örülünk. Szóval pedig milyen jó lenne? ennek, ahogy a felfutása is lassú, ugyanígy a lefutása is egy hasonló görbét fog leírni. Uh-huh. Úgyhogy, sőt, amíg ugye az ellenanyag, vagy a vakcinák, amiket most ugye kutatgatnak, keresgetnek, nem áll a rendelkezés. Emlékezzünk csak vissza a melyik volt ez az gyorsan akartam mondani, a 70-es években volt ez az oltás, mindegy, egy ilyen betegség, és ugye az egész társadalmat le kell toltani. Úgyhogy nem lesz ez egy ilyen könnyű, és nem fogod tudni azt mondani, na ennek most van vége. Uh-huh. Geri, a legijesztőbb az egésszel az kapcsolatban az, hogy több tudós is ezt mondta, hogy ez a COVID-19, ez nagy valószínűséggel az emberiséggel együtt fog élni. Tehát, hogy ezt nem fogjuk tudni felszámolni, nem lesz rá mód, hogy megszüntessük. Tök furcsa, hogy belegondolni már abba a kérdésbe, ki mondja meg azt, hogy mostantól kezdve bármi lehet csinálni, lehet fesztiválokat szervezni, ugyanúgy el lehet kezdeni a visszatérést a régi kerékvágásba jutás felé. Nem tudom őszintén szólva, tehát nagyon bizonytalan az egész, és most egy elég komoly lecke ez a
a 7,5 milliárdos populáció számára, hogy ilyen az, amikor nincsen az embereknek a kezében a sorsa. Úgyhogy föl kell kötni a gatyát mindenkinek, mert ez nagyon húzós lesz, és sokáig fog tartani szerintem. Igen. Főleg ugye visszatérve az itthon létre, hát ezeket is teljesen át kell gondolnia mindenkinek. Ugye a kicsit vissza az eredeti témához, csak egy másodperc, hogy a gyerekeknek nem csak az oktatását kell megoldanunk, hanem a testi edzését, az, hogy fizikailag, szellemileg is épek maradjanak. Úgyhogy azok a szülők, akik mondjuk, ha véletlenül két tényleges PRS-tél van benne, akkor ugye az edzéseket, a gyerekek testnevelés óráját, ez is egy hatalmas probléma. Én szerencsés vagyok, mert ugye kertesházban élünk, ki tudom őket vinni, meg tudom őket futtatni, de a szülőtől se úgy beszél a gyerek a parancsot. Egy idő után kezd megbolondulni, most már nálunk is lassan harmadik hete itthon vagyunk, nyilván az alapvető élelmiszerekre elmegyünk, mert nem vagyunk bezárva, rajtunk nincsen hatósági karantén, úgyhogy kimehetünk, nyilván keveset érintkezünk az emberekkel, de azért a gyermekeinknek a fejlődését itthon megalapozni és tartani azt, amit az iskolában megkaptak, hát ez egy szép kis kihívás lesz. Én pont mondtam itt a live kezdete előtt Gerinek, hogy mi ma kimentünk egy egészségügyi sétára, mert hogy itt lagunk Szegeden a Liget mellett egy-két utcával, és így pont rá eszméltem, hogy miután most nekem is azért elég sok munka van, meg stb. És így az elmúlt két hétben így nagyon, nagyon durván beletemetkeztem a munkába, a podcastbe, a minden másba, és hogy amúgy mennyire jól esett egy picit kimozdulni, és szinte észre se vettem, és a párom is mondta, hogy neki is nyilván kevesebbet kell dolgozni, járnia, hogy egy idő után nagyon-nagyon-nagyon frusztráló tud lenni az, hogy az ember nem tud kimozdulni. Nyilván ezt most senkinek nem kell megmagyaráznom, de egy picit hát, lehet, hogy érdemes erre odafigyelni. Persze, biztos azért. Szóval most telnek a napok, most azért hozzáteszem, hogy még senki nincs bezárva. Ugye azok a korlátozások, amiket hoztak, ez még nem azt jelenti, hogy nem mehetsz ki az utcára. Vannak ismerőseim Milánóban, tartjuk a kapcsolatot, itt most már lassan már 21-22 napja be vannak zárva. Uh-huh. Ott ebből problémák is vannak. Ha magyar sajtóban nem is, de nemzetközi sajtóban lehet olvasni, hogy igen, felháborodtak az emberek, és nem bírják ezt a bezártságot. Növekszenek az öngyilkos arányok, ugye van, aki nem mindegy, egyedül vagy otthon. Nagyon sok tényező befolyásolja mindenkinek az éppen hangulatát, hogyha vagy milyen ember vagy, szereted a bezártságot, vagy bírod a bezártságot, nem bírod a bezártságot, milyen társadalmi formákban élünk, ugye Kína az egy, ugye mondhatjuk, egy kicsit diktatórikus, még ha ugye köztársaságnak is hívja magát, de az embereknek a mentalitása is más. Európa egy kicsit liberálisabb. Az olaszok azok ugye mindig kint szerettek lenni az utcákon. Nem mindegy, hogy nagyvárosban laksz, vagy kisvárosban laksz, vagy falun élsz, vagy fönn a fővárosban, egy lakásban, vagy egy házban, családdal, vagy család nélkül. Ez mind szerintem rengeteg kérdést vet fel. Hát érdekes. Úgyhogy azt arra is én is kíváncsi leszek, hogy én a saját szintemen mennyire fogok itthon szenvedni. Bálint, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hívhattunk, és hát akkor jó egészséget. Máskor is nagyon szívesen, és tényleg örülök, hogy feldobtátok a napomat ezzel, úgyhogy készültem, és vártam is itt előtte, ugye már mi ezt összehangoltunk, mert megcsináltuk, a gyerekeket is bevontam, sőt, elvettem az egyiknek a számítógépét, mert ezzel jó volt a kapcsolat. Úgyhogy nagyon szívesen máskor is bármilyen témák, hogyha úgy érzitek hozzátok szólni, vagy tudok valami. Hát ha más nem, akkor a bamakós élménybeszámolót mindenképpen majd persze összehozzuk még, akkor már remélhetőleg jó a stúdióból. Köszönöm szépen, jó. Nagyon szívesen. Szép estét, sziasztok, ciao. Neked is, szia. Apáti Bálintot láthattátok tehát, nagyon kedves ismerősünket. Közben jött itt egy nagyon érdekes komment, Gábor írt nekünk. Tegnap előtt Fluor élőben jelentkezett a Maradj Otthon Fesztivál keretein belül, nagyon tetszik a mozgalom egyébként, és ő azt mondta, hogy mindent megpróbáltak díjazzal, de sajnos nem tartott a Facebook és a tudomány, hogy osztott képernyőn élőben bejelentkezhessenek. Gyanúsak vagytok, és tényleg őrültek. Nektek ez is megy. Hát, köszönjük szépen. Azt azért hozzá kell tegyük, hogy nekünk is volt benne munkánk elég rendesen, hogy ez így összejöjjön, de megoldottuk, hál' Istennek, úgyhogy hogy sikerült a történet. Most azért magamat körbe kellett vegyem, nekem is rendesen technikai eszközökkel, hogy sikerüljön.
De itt vagyunk, és jelentkezni fogunk. Hát nagyon reméljük, hogy minden héten. Bizony, igyekszünk felvenni ezt a rutint, hogy akkor minden héten élőben is találkozhattok már velünk, ameddig tart ez a helyzet, és nem csak az Örültek Pluszban hallhatjátok a magvas gondolatainkat, hanem ezekben az élő streamekben is bátran kérdezzetek, jöhetnek a kérdések bármiről. Mi még egy pár dolgról itt beszélgetni fogunk, az biztos, viszont, ahogy írtuk is. Viszont előtte azt azért gyorsan hozzá kell tegyem, hogyha valaki most csatlakozna be Facebookon, lemaradt az elejé, stb. Nem csak Facebookon, hanem most már innentől kezdve ezeket a videókat YouTube-ra is igyekszünk majd feltölteni, úgyhogy ott is tudjátok majd csekkolni. És amit én még akartam mondani a legelején, csak elfelejtettem, hogy mennyire jó, vagy mik azok a jó dolgok, mert akkor beszéljünk erről is, hogy mik azok a jó dolgok, amelyeket hozott ez a home office lehetőség, hogy például én most azért igyekeztem normálisan felöltözni a streamhez, hogy oké, itthon vagyok, de most ezzel nem téged bántalak, Geri, ne ilyes félre. De hogy ami zseniális, hogy pont mint a híradósok, fölül fölvettem egy inget, és alul ugyanúgy működik a mackó alsó. Úgyhogy az ilyen dolgokat ennyi. Próbáljuk meglátni a helyzetben. Ugye beszéltünk már egy adás kapcsán arról, hogy lehet-e viccelni a koronavírussal. Én azt azért továbbra is tartanám, hogy szerintem a koronavírussal ne vicceljünk, de hogyha ebben a helyzetben is megpróbáljuk, vagy meg tudjuk tartani a humorérzékünket, akkor az nagyon-nagyon nagy segítség tud lenni, akár csak abban is, hogy elviseljük az otthonlétet kicsit egyszerűbben. Hát igen, hát én szerintem a legnagyobb kihívás ebbe az egészbe az, hogy a négy fal közt ne roskadjon össze az ember, tehát hogy amiről szó volt az előbb, hogy nem igazán van most mozgástér, azzal teszel a legjobbat, hogyha otthon maradsz, és érdekes lesz nagyon nézni azt, hogy hogyan próbál meg visszaállni a normális keretek közé a világ, meg az emberek. Én szerintem eddig egyébként le a kalappal így a kollektív társadalom előtt, hogy mennyire tartja magát ahhoz, hogy akkor tényleg érdemes otthon maradni. Mi is egy párszor elmondtuk, meg posztoltunk róla, hogy tényleg ez nagyon fontos, és adatok alapján úgy néz ki, hogy a légszennyezettség az kezd a teljesen javuló tendenciát mutatni. Nem tudom, hogy egyébként bebeszéltem-e saját magamnak, vagy tényleg van ebben igazság, de ma, ahogy kimentünk egy picit sétálni itt a Ligetbe, szabályosan éreztem, hogy frissebb a levegő, hogy egészet, lehet, hogy már csak azért, mert nagyon régóta nem voltam így kint a levegőn, hogy ne foglalkozzak mással, és simán lehet, hogy csak emiatt éreztem, de hogy nagyon jól esett, úgyhogy tényleg ezt azért fontosnak tartanám elmondani, hogy indokolatlanul azért tényleg próbáljunk meg ne császkálni mindenfele, de ahogy ugye a kormányrendeletben is benne volt, nem kijárási tilalom van még, hál' Istennek, hanem kijárási korlátozás, és ebbe beletartozik az is, hogy úgynevezett, ugye így fogalmaz a szakzsargon, egészségügyi séta természetesen engedélyezett. Nyilván itt is tartani kell a megfelelő távolságokat embertársainktól, de azért én szerintem most ebben a helyzetben, amíg megtehetjük, addig fontos az, hogyha tényleg, ha csak 5 percet vagy 10-et, akkor is, de tudjunk egy picit azért a szabad levegőn lenni, vagy ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor szellőztessünk minél többet, hál' Istennek itt a jó idő végre. Ezért itt jó, hogy van valakinek kutyája egyáltalán, mert láttam közben, Medi egy kicsit bepofátlankodott a streamünkbe, nem, nagyon jól tett egyébként. Megmutatkozott, az orrát meg a füleit mutogatta, de most odébb vakarózik, lemászott a kanapéról, hogyha esetleg majd errefelé orientálódik, akkor szóljál. Akkor szólni fogok mindenképp. Na lássuk, beszélni akartunk még nektek néhány dologról, sőt nem beszélni, hanem beszélgetni akarunk veletek, úgyhogy akik most néztek Facebookon, nagyon megköszönjük, ha megírjátok a véleményeteket, mert hogy kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok a nehézségek, vagy, hello Medi, vagy pozitív dolgok, amelyek most így változtak a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Például az ember többet lehet a kutyájával, ez jól látszik. Igen, kutya imádja a home office-t. Azt gondoltam. De hogy mik azok a dolgok még, amik egyébként a nyilván most a munkán, meg a surin, meg ezeken a dolgokon kívül nehezíti az ember életét, és itt beszéltük, hogy akkor gyűjtsünk össze magunknak. Én most csak így fejbe raktam össze. Nekem a legnagyobb, az egyik legnagyobb dolog, ami miatt így vérzik a szívem, hogy
ugye már régóta hangoztattuk nektek az adásokban, hogy igyekszünk fejlődni, és szeretnénk most már előrébb lépni a podcasttel kapcsolatban, és végre eljött ez a lehetőség, eljött a pillanat, elkezdtük építeni a stúdiónkat, sőt, jelentem, a stúdión 90%-ban kész van. Majd, ahogy jött ez a helyzet, szépen elmentem, összecsomagoltam, kihúztam az áramból mindent, ráfordítottam a kulcsot, és ott hagytam. Úgyhogy nyilván mi is itthonról fogunk dolgozni most az elkövetkezendő hetekben, vagy hát ameddig kell. De nekem ez például nagyon fájt így, személy szerint. Aha. Kezded, vagy kezdjem az ilyen személyes érintettségű dolgokat? Vagy hát én már elkezdtem akkor ezzel. Jó, oké. Akkor én mondom azt, hogy mi lesz. Én nem is annyira az ilyen megfogható dolgok gyűjtöttem össze, mert azt majd egy kicsit néhány perc múlva majd bővebben kifejtem. Az biztos, hogy számomra egy kicsit át fog alakulni az emberi kapcsolatokra való emberi kapcsolatokról való elképzelésem. Gondolok most például a fizikális kontaktra, meg úgy általánosságban magára a pillanatra, hogy és most nem akarok ilyen ezoterikus izébe átmenni, de hogy átélni nagyjából mindent, amit érdemes, azzal foglalkozni, ami éppen körülöttem történik, és ebbe beletartozik szerintem az is, hogy az emberekkel milyen viszonyt ápolok. Mert hogy azért most egy néhány hétig nem annyira lesz természetes az, hogy barátokkal, ismerősökkel találkoz fizikai valóban. Nincs az, hogy megisztok egy kávét, vagy elmentek nem tudom mit csavarogni, vagy elmentek kajálni egyet, úgyhogy ez biztos, hogy számomra föl fog értékelődni, amellett, hogy valamiféle, lehet, hogy nem ez a legjobb szó, de valamiféle diszkréciót is el fogok várni, vagy el tudok képzelni. Értem, hogy mire gondolsz. Hát ugye ezt, ahogy Bálint is mondta itt nem oly rég, ez bennem is felmerült, hogy vajon mikorra jöhet el majd az a pont, hogy újra ugyanúgy a legtermészetesebb és legnyugodtabb dolog legyen az ember életében, hogy elmegy bulizni nagy tömegbe, hogy fesztiválozik, hogy stb. Közben Balázs írja, hogy megmutatkoznak most az igazi barátok, vagy majd akkor, igen. És hogy vajon mikor lesz majd az a pont, hogy mondjuk én is személy szerint azt tudjam mondani, hogy jó szívvel megyek el, és ülök be egy cukrászdába, vagy megyek el bulizni, vagy bármi ilyesmi. Ez nekem már most nagyon hiányzik, meg gondolom mindenki másnak, vagy sok mindenki másnak is, de azért ez egy nagy kérdés, hogy emberileg ezt hogy tudjuk megélni, és hogy amit most berögződik, az vajon mikorra múlik el, vagy egyáltalán elmúlhat-e, le tudjuk-e majd vetkőzni később? Hát ezt nem tudom, de bízunk benne, vagy legalábbis én nagyon bízok benne, hogy nem lesz egyfajta ilyen traumatikus sokk, ez az egész. Reméljük. Az leginkább azt fogja jelenteni, hogy igazán komoly veszteségek nélkül átvészeltük, és most leginkább az emberi részére gondolok, nem a gazdaságira, amiről majd szót fogunk ejteni, de hogy bízok benne, hogy nem lesz igazán komoly baj, legalábbis itt a mi környezetünkben, Magyarországon. Ha már itt említetted a gazdaságot, szedtél össze néhány cikket, ha jól tudom, te is, meg én, nekem is van a fejemben. Igen, de dolog. Akkor nem úgy volt, hogy 3-3-at szedünk össze ezekből a... Hát az a baj, én nem igazán tudnék 3 dolgot megnevezni még pluszban, mert mármint, hogy csak 3-at. Aha. Mert hogy annyira sok van, ja, persze. Ami ilyen bántó dolog. Aha. Nyilván ez egy olyan helyzet, amivel így egyén szinten sokat tudunk tenni azzal, ha otthon maradunk, de ezen kívül meg egy picit ilyen tehetetlen állapot ez. Hát biztos, hogy az. A legnagyobb aggályom tényleg az, hogy nem lehet előre tudni semmit.
Nem vagyunk sajnos Gábor írt közben Facebookon, bocsánat, azt olvastam közben, erről a helyzetről pszichológiai tanulmányt lehetne írni, lehet, hogy fogok is. Rengeteget változott az emberiség, társadalom, és most itt a magyarokra gondolok, kitartóbbak, összetartóbbak, lelkiismeretesebbek, pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt, ezt tudja, hogy máshogy viselték volna. Most lehet látni, hogy felnőtt a társadalom egy felelős, jól gondolkodó emberré. Amit magamon tapasztalok, az, hogy megszokottá vált a készfogásmentes köszönés. Ha ilyen fegyelmezettek maradunk, akkor a gazdasági helyzetből is ki tudunk majd lábalni. Utóirat. Köszönjük a tapsot nap, mint nap. Igen, Gábor egyébként rendőrként dolgozik a hétköznapokban. Ismerem is pont ezért, merem ezt ilyen bátran állítani, úgyhogy Gábornak most, meg minden egyes dolgozónak, még mielőtt csak Gábor kapná, minden egyes dolgozónak, aki tesz azért, hogy a lehető leggördülékenyebben menjenek tovább a hétköznapok, most mi is, attól függetlenül, hogy nincs még 8 óra, szeretnénk egy nagyon nagy tapsvihart küldeni. És tényleg köszönjük szépen azt a sok-sok áldozatos munkát, amit tényleg nem csak az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, hanem mindenki más, a kereskedők, a futárok, a tényleg nagyon sokáig lehetne sorolni mindenki, aki tesz azért, hogy itt működjön tovább az élet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és akkor beszélgessünk egy kicsit akkor arról, amit az előbb is mondtál, hogy akkor mik lesznek az ilyen nagyon általános változások, amikre legalábbis én számítok, meg néhány cikk alapján gyűjtöttem olyan szempontokat, amikről szerintem érdemes beszélni ebben a helyzetben. Én úgy gondolom, hogy alapvetően ami a legfontosabb koncepcióváltozás lesz a következő mondjuk 2 évben, az a munkahelyhez kötődik. Mert most derül ki csomó helyen az, hogy az a munka, amit erőltet a főnököd, hogy csak az irodából lehet elvégezni, az most bizonyosodik meg, vagyis most válik biztossá, hogy távolból is el lehet végezni ugyanazt a munkát, ugyanabban a minőségben, nem kell hozzá bábáskodni senki fölött. Én nekem a kedvencem ezzel kapcsolatban, nagyon sokaktól hallottam, hogy aminek örülnek, hogy végre megszűntek a vége láthatatlan, semmit nem érő és órák hosszig tartó meetingek. És hogy ennek így van. Így örülnek van. Sokan. Így van. Van egy kedvenc kifejezésem ezzel kapcsolatban, hogy ez a meeting egy e-mail is lehetett volna. Most kiderülnek ezek a dolgok. Nekem is és... van ezzel kapcsolatban egy kedvenc kifejezésem, de az annyira nem adásképes, úgyhogy ezt majd adásra kívül megbeszéljük. majd megbeszéljük. Okay. Szóval én úgy látom, hogy a munkáltatók részéről egy ilyen paradigmaváltás fog bekövetkezni, és a legfontosabb tényleg az, hogy az irodabérlés az szerintem okafogyottá fog válni nagyon sok helyen, mert rá fognak jönni a munkáltatók arra, hogy mennyi pénzt lehet spórolni azon, hogy egy iroda helyiséget kibérel az ember. Uh-huh. Szerintem nagyobb hangsúly lesz a távmunkán is, leginkább hatékonysági okokból, mert hogyha belegondolunk, és szerintem Budapesten főleg van olyan, hogy legalább egy órába telik, mire eljutsz a munkahelyedre. Miért nem lehetne azt az egy órát hasznos munkával végezni, mert tulajdonképpen az bruttó munkaidő, ameddig elutazol. Bizony. És akkor én egyébként azt is el tudom képzelni, hogy a munkaerőpiac sokkal könnyebben föl tudja szippantani a valamilyen testi sérüléssel álláskeresőket, leginkább szellemi munka elvégzésére, mert az otthonában lehet, hogy kényelmesebben el tudja látni a feladatait. Szerintem a klasszikus munkahely fizikális formában meg fog szűnni nagyon sok helyen, és ki fog derülni, hogy melyek azok a cégek, amelyek jó folyamatokat és jól ellenőrizhető, hatékony folyamatokat alkalmaznak, mert a jól menedzselt, a teljesítményt jól ellenőrző cégek, azok még hatékonyabban tudnak majd dolgozni.
és amit az előbb is felvázoltam, a klasszikus munkaidő fogalma is átalakulhat ezáltal, mert vannak biztosan olyanok, meg lehet, hogy köztetek is van olyan, aki a reggeli órákban kicsit hatékonyabb talán, mint a nap többi részében. És, attól függ, mennyire korán reggel, amúgy, de minden. Igen. Bocsánat, rossz volt a vonal. Szóval na, attól függ, hogy mennyire korán reggel, de igen. Hát de mondjuk ilyen 7-8 óra magasságában. Aha. Hogyha valaki túl akar esni rajta, akkor miért ne csinálhatná meg hamarabb azt a munkát? Jó, persze vannak olyan állások, amiknél nincsen opció, mert például azzal mérik a teljesítményt, vagy az alapján kapja meg valaki a fizetését, hogy mennyi időt tölt egy íróasztal mellett, vagy egy íróasztalnál. Uh-huh. Én szerintem világos. Egyébként menedzsment szempontjából is vízválasztó lesz ez az egész történet. Legfőképp abból a szempontból, hogy a munkáltatók hogyan tudnak megbízni a munkavállalóikban. Nyilván az olyan helyeken, ahol azok a folyamatok és struktúrák adottak, amik garantálják a hatékony munkavégzést. Meddig nem hagyja, hogy végigmond. Közben. Mert azok könnyebben át tudnak állni erre az egészre. Uh-huh. Persze ez az is kell, hogy egy főnök ne nátszuljon állandóan. Tehát a mikromanagement, én szerintem ebben a környezetben is nagyon el tud szabadulni, viszont el kell érni azt a munkáltatóknak, hogy aki dolgozik, az ne csak egy adathalmaz részeként érezze magát otthonról sem, hanem az elvégzett munkáért valami rendes emberi visszajelzést kaphasson. A 100%-ig biztos, hogy a munkahelyek nagyon sok mindenben fognak változni, legalábbis szerintem azok a munkahelyek különösen, akik ugye home office kompatibilisek, akik nem, ott szerintem túl sok változás nem hiszem, hogy hozhat, legalábbis a későbbiekben ilyen téren a dolog. De amiről én még akartam beszélni, így változások kapcsán, ez most nem feltétlenül a munkával kapcsolatos, de ugye azzal, hogy nagyon kevesen járnak bedolgozni, ugye ennek is köszönhető az, hogy most az üzemanyagárak is olyan zuhanásban vannak, amit már nagyon régen nem láthattunk, és ennek olvasnám egy picit utána, hogy nagyon sok ilyen hamis teóriát láttam itt-ott a neten, hogy úristen, majd biztos lesz olyan, hogy 150 forintért tankoljuk a benzint Magyarországon. Nem, nem lesz ilyen, ez 100%-ig biztos. Egész egyszerűen ugye van egyfajta minimum ár, ami alá nem képes beesni az üzemanyag, hiszen van egyfajta, nagyon édesek vagytok, amúgy. Van egyfajta kitermelési költsége annak az üzemanyagnak, és ha az alatt lenne az ár, akkor természetesen ugye nem termelnének ki az országok több alapanyagot, mert nem érné meg. Szóval, hogy tök jó, hogy örülünk annak, hogy most lentebb ment az üzemanyagár, bár ne örüljünk neki szerintem, mert milyen áron ment lentebb. Többek között ugye amiatt is, hogy nagyon sokan dolgoznak otthonról, és nagyon sokan ilyen pánikszerűen, mint a WC-papírral, így elmentek, teletankolták az autójukat olcsóbban, bár ez az olcsóbban is olyan, hogy oké, lehet, hogy egy kicsit megérzed, de azért valószínűleg a legtöbb ember nem 40 literes, nem tudom hány tonnás kamionokkal járnak, mert 40 literes tankkal rendelkező kamionokkal járnak. Bocsánat, a 40 liter, rosszul mondtam, 40 liter az én autómnak a tankja, tehát hogy 40 liternél még nem érzem meg, ha egy óriási kamionnal mennék, akkor lehet, hogy lenne olyan különbség, ami megéri. És hogy nagyon sokan most ugye emiatt teletankolták az autót, és aztán hazamentek, leparkolták, és ott áll az autó. Tehát valószínűleg a kutaknak a forgalmai is csökkennek, és ezáltal egy csomót csökkenhet az a fajta verseny, ami a kutak árai között tapasztalható. Valószínűleg így helyben is ilyen néhány forintnyi eltérés lehet majd. Persze most mindenki olcsóban tud tankolni, de azért lesz egy pont, ami alá valószínűleg nem fog beesni az üzemanyagár. Biztos, hogy veled értek egyet egyébként ebben az egészben. Hát egyébként meg minek tankol most az ember? Tehát, hogy nincsen hova elmenni, és épp ez az, hogy
minek? Ahelyett, hogy olyan bármire költeni az ember azt a pénzt, amire tényleg lehet, hogy záros határidőn belül szüksége lesz. Jó, persze, biztos, hogy mindenki föl van tankolva, mint az állat, de most nem is ez a lényeg. Viszont amiről még biztos, hogy szerettem volna beszélni, az az, hogy, és tök jó, hogy a benzint mondtad, mert a közlekedésben is biztos, hogyha ezek a változások bekövetkeznek, hogy megnövekszik azoknak a munkahelyeknek az aránya, amelyiknél home office-ban lehet konstans dolgozni, vagy ha nem is állandó jelleggel, de legalább mondjuk egy 3 vagy 4 munkanapot egy héten, azzal is már rengeteget tud javulni szerintem a közlekedésnek a minősége, nem terhelik le annyira az infrastruktúrát, nem lesznek dugók, tisztább lesz a levegő, és ez biztos, hogy szintén pozitív változás lesz, illetve egy cikkben azt is olvastam, hogy az egyik ilyen vállalkozás irányító konglomerátum álláspontja szerint a turizmusban is biztos, hogy lesz rengeteg következménye, mert az üzleti utak haszna át fog értékelődni. Ezáltal az ilyen nagyon high-end, luxus szállodák biznisze biztos, hogy romlani fog, illetve a repülőutak forgalma is csökkenhet. Én, amit egyébként így, hát valamennyire személyes szinten is hátránynak látok a home office kapcsán, az az, hogy ezzel viszont nagyon sok embernek megszűnhet az a nagyon pozitív jellege az iroda helyiségnek, hogy nem bírod otthon hagyni, vagy nem bírod az irodában hagyni a munkádat. Tehát az nem lesz, hogy a hazaérsz, és akkor a béke szigetében vagy, mert tulajdonképpen mindig a munkát fog körülvenni egy idő után. Igen. Egyrészt ugye, akkor reflektálva az előzőre, hogy míg nagyon-nagyon sok pozitivitása van egy home office lehetőségnek, és tényleg nagyon sokáig lehetne sorolni, és nem véletlen az, hogy azért fejlettebb országokban jóval több olyan munkalehetőség van, ami otthonról végezhető, és valahogy eddig a magyar munkáltatók nagy többsége szerintem óckodott ettől, hogy nem, hát itt kell lenni, hát na, szóval mégiscsak találkozzunk. És hogy van egy csomó pozitivitása, azért ez nagyon veszélyes dolog tud lenni abból a szempontból, hogy az embernek nagyon megváltozik az időbeosztása, nagyon-nagyon megváltozik a napi rutinja abból a szempontból, hogy kijössz a nappaliba, és már ott vagy a munkahelyeden. És hogyha ezt az ember nem tudja letenni, mert hogy sokan így is most is hazaviszik a munkát, pláne, hogyha még amúgy is otthon van a munka alapvetően, akkor ez egy nagyon veszélyes dolog tud lenni, hogy tud letenni a munkát, és tud időt fordítani a pihenésre megfelelő módon. Így van. Viszont szerintem egy picit próbáljunk meg, miután már lassan mindjárt egy órája beszélgetünk itt, egy picivel könnyedebb vizekre evezni így a végére, mert hogy ha valaki nem hallotta, akkor Geri kitalált nekem egy csodálatos játékot, borzalmas volt. Az Őrültek Pluszban, ezt már meghallgathatjátok, ahol filmeket kellett kitálnom nagyon különleges módon, csekkoljátok nyugodtan, és most is bedobtál egy nagyon furcsa témát, amit gondoltad, hogy vesézzünk ki lazább témaként, és ahogy itt elolvastam a közös kis írásunkban, hogy mit találtál ki, itt most főként szeretném a nézőinket megkérni, hogy kommenteljenek, mert hogy ugye most a home office miatt, meg amiatt, hogy ugye mindenki otthon marad, szerintem ugye egyre több lehetőség nyílik a házhoz szállítós éttermeknek, vagy hát azoknak a helyeknek, akik házhoz viszik az ételt, hogy még több forgalmat generáljanak, és épp ezért ugye egyre többen választják azt inkább, hogy hát ha nincs kedvem főzni, sütni, akármit csinálni, és most épp nem ugrok le a boltba, mert igyekszem, reméljük, hogy mindenki igyekszik minél kevesebbet, vagy leredukálni a boltba járás gyakoriságát, akkor ugye kaját rendelnek. Mi a leggyakoribb kaja, amit rendelni szokott a magyar ember? Szerintem legalábbis. Pizza. Egyértelműen. Úgyhogy azt találtad ki, hogy... Hogy beszéljük meg tudományos keretek között, hogy melyik a legkirályabb, és melyik a leggagyibb pizza feltét. Jó. Én akkor a Jolly Jokert a legelején dobnám be. Jó. Hawaii pizza. Ananász.
Mi a helyzet az ananásszal? Mert hogy én rengeteg embertől hallottam már, hogy úristen, hát a szentségtörés, nem lehet gyümölcsöt a pizzára, hogy és miért. És ezzel kapcsolatban én szeretném leszögezni, hogy amióta volt szerencsém eredeti olasz pizzát enni, ami papírvékony, tényleg csak a paradicsom szósz, esetleg egy nagyon pici sajt, meg némi zöld fűszer van rajta, zseniális, aki teheti, próbálja ki, azok után, amit mi pizzának ismerünk, meg amennyi feltét van, az tényleg mindegyik, nem csak a Hawaii, mindegyik a pizza meggyalázása, szerintem. Én még sose ettem eredeti olasz vékonytésztás rendes pizzát, ezt szeretném leszögezni. Van rá lehetőséget Szegeden is, ezt csak megjegyzem. De majd ezt megbeszéljük. Jó. Mármint én sem Olaszországban ettem, csak eredeti recept alapján. Ja, persze. Szóval én nagyon hosszú éveken át nagyon szenvedélyes és áldász küzdelmet folytattam a Hawaii Pizza intézménye ellen. Mert kevés gagyib feltétet tudok elképzelni egyébként az ananásznál, de létezik sokkal rosszabb, mint például a kiwi, amit a héten láttam sajnos, hogy egy helyen a kiwit is rátették. Köszönöm, én elbocsúzok, sziasztok! És egyébként csoda? Úgy néz ki, mint egy petri csésze, tehát hogy borzasztóan néz ki, nem egy gusztusos látvány. Egyébként azt be kell vallanom, ahogy a Mónika Showból érdemes idézni, országvilág előtt, hogy egészen megkedveltem a Hawaii pizzát. Furcsa, én nekem soha nem volt bajom a Hawaii pizzával, nem a kedvencem, nagyon rég nem ettem Hawaii pizzát, de egyébként nincs vele bajom, hogyha véletlenül kell lenni. Én nekem mostanában a kedvencem ugye emiatt az, ami minél kevesebb feltét van, persze csak, hogy a papírvékony tényleg a pizzatészta, és ami nekem az ilyen túlzás, meg vagy hát ami nekem személy szerint nem jön be, az a tengergyümölcse, ezt én rosszul tudok lenni, hogy ilyen tengeri herkentjüket pakol valaki a pizzára, meg amikor már túl van tolva, tudod, az ilyen húsimádó, meg ilyen sztorik, hogy olyan mennyiségű cucc van rajta, hogy egyszeretet megeszel, és így teljesen kész vagy tőle. Úgyhogy én ezeket nem tudom elviselni, de nyugodtan megírhatjátok kommentbe, hogy ki az, aki szereti az ananászos pizzát, vagy sem. Úristen, Jézusom, Vivi azt írja, én meghalok a nutellás pizza gondolatától is, sose ettem, de szerintem nem is fogok. Nutellás pizza. Én szerintem az nem ajánlott senkinek. Ráadásul, ha jól tudom, a nutellás pizzára banánszeleteket szoktak rakni, tehát nincs ez az Isten, hogy ráfanyalodjak. Láttam már olyan pizzát is, amin barack, befőtt barack található. Tehát hogy én szerintem ez a legnagyobb kudarc, amit el lehet képzelni pizza feltétek frontján. De akkor beszéljünk arról, hogy elsősorban próbáljuk meghatározni, hogy mi a legkirályabb húsos per húsféle, vagy és zöldség fronton. Én nekem, ami húsos fronton legjobb, és bármikor meg tudnám menni, a bolonyai ragus sztori. Aha. Annál nekem az ilyen egyszerűbb dolgok teljesen megfelelnek. És hogy érted, hogy csak zöldséges pizza? Na, az merénylet. Mármint, hogy nem csak zöldséges, hanem hogy egy pizza feltétként. Ja, Istenem. Szerintem elindultunk egy rossz irányba, Gábor azt írja. A legjobb feltét a szerrán a sonka, és akkor itt jön a rossz irány. A legrosszabb a szakács hajszála, és ezt még itt fokozza, ami a fejéről lassan lecsurgó ízeltse... Na jó, ezt nem olvasom fel inkább. Oh. Azt mondja, ez nem oké. Hát ez tényleg nem. Nem. De Vivi azt írja, hogy a pármai sonka az rendben van. Húsügyileg az lehet a legjobb. Az jó. Na, és akkor melyik a kedvenc zöldségfeltéted? Hát, paradicsom. A paradicsom tényleg nagyon jó. Paradicsom. Az tényleg nagyon jó. Én szerintem az egyik legkirályabb, bár rizikós, mert mivel nagy része víz a paradicsomnak, ezért megszottyosodik a pizzatészta, hogyha nincsen jól elkészítve, meg előkészítve az alapanyag.
Én szerintem hús a húsos feltétek közül, hát hogyha egy hierarchiát kellene felállítani, akkor a top kategória szerintem a sonka per szalámi. Közben egyébként anyukám is néz minket. Hello, anyu! Hello, nézd, benne vagyok az internetben. Szóval annyit írt anyukám, hogy csak legyen rajta pepperoni. Igen, amúgy azt tudni kell. Borzalmasan csípősen tud megenni mindent anyukám. Én lehet, hogy pont ezért nem. Én írtózom az ilyen nagyon csípős dolgoktól. Illetve Vivi írta, hogy rukola. Az amúgy tényleg, az nekem is szimpi. Nekem az ultimate ellenségem. Én nagyon nem csípem a rukolát. Nem. Furcsa. Nekem nincs sok bajom a rukolával. Na jó, hát örülök, hogy megvitathattuk itt a szárított paradicsom, Gábor. A szárított paradicsom az zseniális, és a zöldségekről is beszéljünk egy kicsit tudományosan szerintem. Na, mesélj tudományosan a zöldségekről, kérlek. Csajommal így mosogatás közben diskuráltunk erről, onnan jött az ötlet, hogy milyen jó lenne a podcastben is erről beszélgetni, hogy a kukorica az nagyon rizikós, mert nagyon képesek nagyon, nagyon elcseszni, de szerintem a titka az, hogy melyik részére rakod a pizzának, hogy a sajt fölé, mert ugye a sajtra, vagy a sajt alá teszed. Alá, mindenképp alá. Mindenképpen alá, szerintem is, mert megszikkad, hogyha a tetején van. Igen. És mondjuk, hogy viszonyulsz ahhoz, hogy például uborkát tegyenek a pizzára? Mármint milyen kígyóborka, csemegeuborka, kovászos, mire gondolsz? Bármilyen. Mondjuk kígyóborkát én még nem láttam pizzán, és az annyira nem is. Én se láttam. Csemegeuborka, az a nincs baj, az jöhet. Az nem rossz egyébként, nem rossz. Vannak olyan pizzériák, amelyikek magyaros pizzára ráteszik. Szerintem nem rossz ötlet amúgy. Nem rossz, igen. Mielőtt átcsapnánk főzőműsorba, de ezt mondom én nyugodtan. Igen. Ja, hogy mit gondolsz például a tojásról, mint feltét? Soha. No way. Nem? Nem, semmiképpen. Én szerintem a tojás ilyen... az egyik legalul értékeltebb feltét. Hogyha tényleg erőtudományosan akarsz beszélni. Aha. Nagyon jó. Nem, én alapvetően se annyira csípem a tojást, legalábbis így a tükörtojás nem, semmiképpen. Rántotta elmegy, de amúgy a főtojás meg végképp semmiképpen. Aha. Pizzán se, nem. Bocsi. De nem főtt tojás, hanem tükörtojás. Hát tudom, de az sem nem. Úgyhogy rá van ütve a pizzára, nem? Nem. Hát, nem sokan vannak ezzel így. Igen. Mielőtt átcsapnánk főzőműsorba, gondoltuk csak egy kicsit még legyen valami laza téma így a beszélgetés végére. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott ebben a csodálatos kis streamben. Külön köszönet még egyszer Apáti Bálintnak, hogy csöröghettünk. Ha van valakinek esetleg véleménye, különleges sztoria, vagy bármi egyéb, amit elmondana, akár a koronavírussal kapcsolatban, akár bármilyen más témával kapcsolatban, akkor nagyon szívesen várjuk a jelentkezését, akár hogy becsatlakozzon itt valamelyik heti kis streamünkbe, nagyon szívesen beszélgetünk bárkivel. Az még egyelőre nem megoldott, hogy így random bárki becsatlakozzon hirtelen. Nem biztos, hogy jól járnánk, de hogyha szóltok előre, akkor nagyon szívesen dumálunk bárkivel, akár nem muszáj arcot vállalni, akár csak hangban is megoldjuk a dolgot. És hát szerdán ismételten jelentkezünk majd az összes podcast hallgatásra alkalmas platformon az újabb Őrültek plusszal. Jó beszélek? Nagyon jól beszélsz. Jó a szó, tesó. Maradjon otthon mindenki, aki tud tényleg, és nagyon-nagyon vigyázzatok egymásra meg magatokra. Szerdán találkozunk, addig is jó hétvégét, vigyázzatok magatokra. És óvakodjatok a nutellás pizzától. Attól mindenképpen. Szevasztok! Szép hétvégét, csá! Legközelebb is számítunk rád. Ez volt az Őrültek, Magyarország legizgalmasabb tech bulvár podcastje. Szakmai partnerünk a HVG Tech rovata, adásunk tökéletes hangzásvilágát pedig az Even Tech garantálja.